mennyi-mennyi kedves emlék, suhan szál felé. Énekes, táncos, sőt még színházi műsorelemmel is készültek a Kozel Mislenyi Idősek. Idén ugyanis 15 éves fennállását ünnepli a Szent Erzsébet Alapellátási Központ Idősek Klubja. Ebből az alkalomból mutatták meg a szépkorúak, hogy aktívan töltik nyugdíjas éveiket. Ezt az elmúlt másfél évtizedben készült fotók is bizonyítják, melyekből a falakon láthattak válogatást a vendégek. Az eseményen részt vett a kultúráért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is. Hoppá Péter köszöntőjében mondta, hogy a minisztériumban azon is dolgoznak, hogy minél aktívabb időskort élhessenek meg a nyugdíjasok. Elértünk erre a szintre, hogy ma már elmerjük azt mondani, hogy ha mi rólunk lenne szó, ha én elgondolom, elképzelem, milyen időskort szeretnék, abban milyen aktivitásokat szeretnék látni, milyen intézményi hálóval szeretném, ha körülvenne az időskoromban az állam, az önkormányzat, a segítő szervezetek, akkor valami ilyesmit képzelek el. Tehát azt mondhatjuk, hogy ennek a mércének a Kozel Mislenyi siker, ez eleget tesz. Az Idősek Klubját egyébként egy pécsi non-profit cég működteti négy másik ilyen intézmény mellett. Az eseményen elhangzott, hogy ezen szolgáltatás legnagyobb előnye az, hogy az ellátottak folyamatos segítséget kapnak, miközben továbbra is a saját megszokott környezetükben élhetnek. Otthonukban nap mint nap ugyanaz a szakember keresi fel őket, a napközbeni programok pedig színesebbé teszik az idősek mindennapjait, oldják bennük a magányosság érzését. A nappali intézmény működtetése mellett pedig az étkeztetés és a házi segítségnyújtás is elérhető a szépkorúak számára.